közös költség benne van a bérleti díjban. Nem kéne ezt letanúzni? Ráérünk és megbízunk egymásban. Kultúremberek vagyunk. Szerinted ez vicces, hogy így élünk? Ki mondta, hogy így nem lehet? Mindenki ügyeskedik, nem? 20 éve élünk így. Kezdek belefáradni. Régen nem ilyen voltál. Nem, majd résztünk, beleláttunk. Meg kell csinálnunk egy klippet, érted? Van egy ötletem! Hadd láss az a gyerek, hogy nem szegény házból jössz. Na, szevasz, ráérsz most? Van egy kamionnyörőnk van. 1 millió. Egy kis furikázásért. Komáromi Zsolt vagyok, a budapesti rendőrfőkapitányságról. Apám arra nevelt, hogy tisztességes ember legyek. Nem csinálom tovább. Nincs valami melód számomra? Mától tisztességesen fogunk élni. Ha hazadusz hozni annyit, amennyiből megvan a havi nettó 700. Ne parázz, kiskorú vagy. Max fél évet kapsz. Hát az a dolgod, hogy tanulj nekem, meg az, hogy eltartsalak. Nekem tőled nem kell pénz. Honnan van ennyi pénzed? Jobb, ha nem tudod. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz. Ne nyomozzanak csak. Nekik is élni kell valamiből. Ő a húgom. Mondjál már. Mehetsz. Jó. Reklámot fotózunk az Arany Élethez. We're here on the set of Arany Élet to shoot the advertising campaign for the show, for the first season. Nekem nagyon furcsa volt, hogy egész nap ilyen pózok. Itt ugye egy pillanatban kell az egész karaktert megfogni. We're shooting for about 3-4 hours. We're gonna add a few more characters into the shot. Egy rendezett család, biztos háttérrel, jó anyagi feltételekkel. Ugyanakkor elhelyezünk a képeken apró pici részleteket, amit hogyha egy külső szemlélő megfigyel, akkor abból kiderül, hogy itt valami nem stimmel. Én vagyok a belógó hulla a képen. Éppen az Aranyélet promóját forgatjuk. Próbáltuk egy kicsit rendhagyó módon megközelíteni ezt az előzetest. Nem látunk színészeket, nem látunk arcokat. Amit itt látok mögöttem, az Arany Élet főcím forgatása. Látunk egy torz árnyékot, amiről még nem tudjuk, hogy mi az, és ahogy ugye terjeszkedik, úgy végül fölveszi a színész portréjának a formáját. Az előzetes készítés szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas műfaj, mert az embernek ugyanúgy történetet kell mesélni, de mégis úgy, hogy ne áruljon el túl sokat. Az Arany Élet második promójának a forgatásán vagyunk, és rohadt meleg van. Valami point nyomjál. Tök jó, hogy az HBO ilyen lehetőségeket biztosít. Nem csak abban, hogy egy nagyszerű sorozat készüljen el, hanem abban is, hogy ennek a promóció is, mint plakát oldalról, mint az előzetesek oldaláról, akár a Verk ilyen magas színvonalú versen, ez szerintem egyedülálló. Reméljük, hogy meg lesznek elégedve a nagyfőnökök ott fönn, mert én csak kisfőnök vagyok ebben a családban. Kedves nézőink, hogyha eddig gondolkoztak volna rajta, hogy ki volt az ismerős kis srác ebben a bejátszásban, én azt hiszem, hogy most már végre elárulhatjuk. Nem más, mint Olasz Pistinek és Sütő Pirinek a legnagyobbik fia, Olasz Renátó. Renátót köszöntelek a beszélgetésünk alkalmából, hiszen nagyon nehezen jött össze, mivel nagyon keveset vagy Tiszavasváriban. Én azt hiszem, hogy egy egész, nem csak a szüleid, az egész család, hanem egy egész város lehet rád büszke, hiszen alaposan kinőtted magad. Ha esetleg valaki nem látta volna, vagy nem hallott volna róla, elárulhatjuk, hogy most nemrég fejeződött be az első évad a... Ha most kimondanám a nevét, akkor a reklámnak minősülne, tehát az HBO-n. Egy sorozat, aminek az volt a címe, hogy Aranyélet, amely, hát az én gondolataim szerint a 21. századi egy prűd, de mégis vagány család életét mutatja be. Na de szerintem erről beszélte. Te hogyan látod ezt az egészet? Mi ez? Milyen volt maga a film, a megírása? Hogyan tudnád ezt röviden értékelni, megfogalmazni? Hát már most arról, hogy tehát mi maga a sztori, meg maga ez az egész a igen, világa? Igen, azoknak, akik nem látták. Egy rövid felvezető. Hát az egésznek a lényeg, hogy van egy család, ugye. Egy ilyen
egy Budapesten élő, amúgy régebben vidéki anya, budapesti apa, házasságából lett két gyerek, nekik van egy keresztapjuk, egy ilyen családbarátja, és akkor ők egy ilyen, ők egy család, akik így élnek, és azt kell róluk tudni alapvetően, hogy ezek, tehát hogy olyan munkákból szedték meg ugye magukat, amik nem feltétlen legálisak, sőt, hát nagyon nem legálisak, és ezért mondjuk elég sok pénzük van, de mégsem annyira sok, hogy mit tudom én, ilyen multimilliómosok lennének, hanem egy ilyen olyan színvonal élnek, ami úgy elég jó, tehát azért, igen. És akkor... Tehát nem a NAV által ellenőrzött pénzekről van szó. Igen, egy abszolút olyan család, aki hát kívül áll. Most belecsaptunk így a lecsóba a kerős közepébe, de szándékosan, aztán majd visszatérünk, kezdjük előről a dolgokat, csak mégis muszáj volt egy kis felvezetés. Tehát ez egy több részes, talán úgy emlékszem, talán 8 részes filmsorozat volt, és az elején az első rész egy kicsit olyan nehézkesen indul, de talán kellett is ahhoz, hogy felvezesse, hogy teljes belátásunk legyen a család életébe. Hát nem tudom, hogy esett rád a választás, de én szerintem ez teli találat volt. Ezt köszönöm. Most szembe dicsérlek, de tényleg annyira jól sikerült alakítanod a filmbeli szerepedet, ami én nem igen hiszem, hogy megjátszás lett volna, hanem az igazi természetességgel lazán jött belőled. Hogy érezted? Hát én baromi jól éreztem magamat végig. Volt a... Hát valahogy nekünk is, ugye itt Vasváriban, most pont most az volt, hogy mamánál voltunk ebéden, és pont jöttem vissza, és azon gondolkoztam, hogy miket csináltam itt régen. Valamiért így eszembe jutott. És eszembe jutott az, mikor így bicajoztunk így a Szelei Ádámékkal, és akkor így, ahogy így végig suhanunk így a városon, és akkor mi vagyunk így a legkeményebbek. Na most ez valami ilyesmi ott, hogy ez úgy van természetesen az emberben, hogy úgy én vagyok az, aki úgy megyek, és akkor nem tudom, tehát ezt úgy jó volt csinálni, hogy így hagyják. Mondd már el közben a szereplőtársaidat, hiszen neves színészekkel voltál körülvéve. Igen, az édesapám az a Túróci Szabolcs, az anya Ónadi Eszter. Szintén nem kell bemutatni. Igen, ezt talán nem. A húgom, Döbrösi Laura, ő egy velem egyidős fiatal színészlány. És ő sem kezdő már. Ő nem kezdő, igen. Ő mondjuk nem végzett egyetemet, de nem kezdő. És ott van a Anger Zsolt, aki a keresztapám. És akkor ezen kívül még rengetegen, Lukács Sándor, vagy Lengyel Tamás, vagy Mészáros Béla, vagy mit tudom. Mm. Tehát, hogy nagyon sokan, akik kisebb szerepekben is nagyon-nagyon jó színészek. Na, visszatérünk még a filmre. Annak idején, mikor az óvodában énekelted, hogy itt a farsang áll a bál, keringőzik a kanál. Gondoltad, hogy vala egyszer még egy országos filmsorozatnak leszel egyik főszereplője? Nem, akkor nem gondolkoztam semmi ilyesmilyen. Hogyan jött neked egyáltalán ez a színészkedés? Hát úgy volt, hogy a Tubi néni ugye, nem is, hogy is? Várja, az ugye, általános iskola tanárnő. Általános iskola, igen, énektanárnő. Hogy valahogy ő ugye csinálta ezt a színjátszó szakkört, és akkor Veres Bálinttal jártunk oda, de aztán mindig az volt, hogy hát sírt szegény Tubi néni, mert mindig valahogy megríkadtuk órán, és akkor valahogy ez, aztán anyával is ugye beszélnie kellett, tehát volt egy ilyen kis, de nagyon szerettük egymást, volt én, nagyon jó volt, csak hát olyan rosszak voltunk Bálinttal, vagy ilyen lekötetlen energiák, és akkor mondták, hogy menjünk át a gimibe, mert ott meg a Fábián Gábor tart, ő Nyíregyházon játszott akkor színészként, és akkor ott tart órát, és akkor átküldtek minket oda, és akkor gimnazisták voltak, meg velünk idősebbek, meg, és akkor az valahogy megszeppentett minket, és akkor amiket ő mondott, azok olyan nagyon jók voltak, és akkor ő mondta, hogy van az Adi Debrecenben, ő is oda járt, meg elvitt minket először színházba, és akkor... Ez egy ilyen művészeti középiskola. Igen, az Adi Debrecenben, igen, és akkor ott meg már ugye mondták, hogy van ez a színművészeti. És igazából mikor érezted azt, hogy most tényleg hajlamod is van rá, úgy érzed, tehetséged is van rá, és nem csak azért, mert mondták, vagy ajánlották, hanem tényleg belülről jött, hogy na, akkor próbálkozzunk ezzel. Hát, inkább az volt, hogy mindig úgy ezt szerettem csinálni, vagy úgy érted, hogy mit tudom én, hogyha verset mondtunk, vagy volt valami, akkor ugye azt éreztem, hogy azt úgy nagyon szeretem csinálni. És akkor ugye az Adiba meg inkább olyan volt, hogy nem voltam abban biztos, meg semmi, csak hogy úgy tök komolyan készültem, hogy akkor mindenképpen oda akarnék menni. Érdekes már a szülői hátteret nézve, mert apukád ő inkább olyan csendes, visszahúzódó,
még anyukád az olyan kommunikatív, hogyha netán begyulladna a hangszál, akkor is elmutogatnád, de valahogy akkor is próbál kommunikálni. Inkább tőle örökölted ezeket a szállakat, vagy a családban volt még olyan, akire ez helyezett volna? Hát az egész sütő family az ilyen. Mert azért ők hárman, tehát anya is, Timi is, meg Zsuzsi is. Tehát a másik két tesó. A másik két, igen. Hát ők azért mind a hárman ilyen, hogyha összekerülnek, akkor az, tudod, ilyen mindjárt felrobban egy atombomba, tehát ott azért van mindig valami érdekes. Hát apa meg visszahúzódó. Meg hát ugye a nagyika is ő volt, tehát ott az apai nagyapám volt, akit nem ismertem, ő elvileg ilyen volt. Azt ugye én nem... Érdekes egyébként, mert akaratlanul is, de nyomon tudtuk követni a pályádat ez idáig, hiszen anyukád olyan büszke rád, apukád is, de anyukád, amint mondtam, kommunikatív, jött ment a várom is, de képzeld, és akkor Renátó most ezt csinálja, azt csinálja, már mikor a gimnáziumban rendeztél. Igen. Már hozta a DVD-t, de feltétlenül nézzétek meg, és is megnéztük, és körülbelül ennyi volt a reakció, tehát már ott látszott, hogy nem fogsz elsikkadni. Mennyire vagy hajlamos arra, hogy a fejedbe szálljon a dicsőség, vagy mennyire tudsz megmaradni és emlékezni, hogy honnan indultál? Hát nem vagyok az a fajta, szerintem. Vagy illetve, hogy volt egy időszakom, amikor ez volt. Most viszont az egyetemen annyi dolog történik az emberrel, ami után nem lehet már. Egyszer nem lehet azt gondolni valamiről, hogy te vagy a legjobb, vagy te jó vagy egyáltalán. Tehát, hogy annyi olyat kapsz, annyi olyan példát kapsz, hogy mi van még, amit még el lehet érni, hogy nem fogod azt gondolni. Elsőre sikerült a felvételi? Aha, igen. Mennyire volt nehéz? Hát nagyon szerintem. Akkor használt, hogy oda szóltam? Igen, egy picit. Tényleg milyen követelmények vannak? Jelentkezel, kiértesítenek, mész is, ahogy hallottuk, hogy több rosta is van. Mit jelentenek ezek a rosták? Hát az van, hogy most egy picit más. Uh-huh. Azt ugye nem tudom, hogy miben más. Hanem egyetem. Igen, de nem is azért most, tehát most ebben az évben meg fog változni maga a felvételi rendszer, vagy tehát most már meg vannak kötve, hogy mik. Nekünk még az volt, hogy 15 vers, 5 monológ, és akkor 5 dal. És akkor ennyivel kell oda készülnöd. Meg ha tudsz hangszeren, akkor gyere hangszerrel. Számít? És akkor nem, amúgy szerintem. Hangszeres tudás nem számít. Vagy pedig a későbbiek folyamán tudják azt, hogy te játszol valami hangszeren, és inkább előszeretettel alkalmazok olyan darabban. Igen, nekem mondjuk semmi érzékem zenéhez, meg ilyenhez. Az osztálytársaimban van egy csomó, aki viszont nagyon jól. Tehát van srác, akinek zenekara van, van, akinek az édesapja, meg az anyukája karmester, meg mit tudom én, van, aki gyerekkor óta csellózik, meg hegedül, úgyhogy... Kik voltak a zsűriben? Hát nekem az első rostán a Máté Gábor volt, valaki, arra nem emlékszek, meg egy beszédtanár nő. És akkor 5 perc, vagy nem tudom. De mentél 5 perc is kész. Nem, hát kb. Vagy 10, vagy nem tudom. Bemész, és akkor arra emlékszem, hogy anya vart valami zakót, és akkor az volt, hogy így bementem, és akkor kényelmetlen, vagy soha nem volt rajtam vagy nem szerettem ezt nézni, és akkor mentem, hogy szia, bocsánat, ezt mehetem le. Mert anyám mondta, hogy vegyem fel, és akkor ezen úgy röhögött az elején, vagy volt egy ilyen. És akkor levettem, és akkor elkezdett így poénkodni, te úgy ilyen zakós gyerek vagy? Vagy nem tudom, tehát elindult egy ilyen tök jófajta ilyen kommunikációt, és akkor nem is volt vers, vagy semmi. Aha. És akkor inkább így beszélgettünk. Kellett adni önéletrajzot, és akkor arról így kérdezett. És akkor utána meg kellett egy verset, úgyhogy elkezdtem énekelni, de az volt, hogy 2 dalom volt, 5-öt kellett volna vinni, tehát semmi hangom, és akkor mondtam, énekeld, és volt egy dal, amire azt éreztem, hogy ha ezt meg tudom csinálni, akkor ez így üt, vagy így jó. És akkor elkezdtem, hogy elkezdem a másikat, jó? Mindjárt másodikkal kezdtem. Mindegy, és akkor a másodikról ehhez képest az, hogy ott meg már 40 tanár van, ugyanúgy 10 percet vagy, mondjuk ott volt ilyen improvizáció rész is, vagy ami még ott a tanárok kérdeznek, és akkor utána a harmadrosta az meg 1 hét. Mennyien ugrottatok neki, emlékszel rá? 8 vagy 900, azt hiszem. Az első évfolyamban? Nem, az első rossz, azt hittem, hogy annyi jelentkeznek. Hát igen, jelentkeznek. Annyian 800-al jelentkeznek kb. Tehát az végül is, igen. És mennyien jutottatok? Nálunk 14-en. Akkor volt kritérium rendesen. Igen. Fontos volt az első megjelenésed, az, hogy milyen volt a fellépésed, vagy teljesen mindegy volt? Gábor azt mondta, hogy mindent elmond majd, ha végzünk. Vagyis hát tudod, hogy mi, mert nem tudom. Már az iskolában végzel. Igen, az iskolában végzünk. Ugye hát nem tudom, hogy mi volt ott fontos. Hát az biztos kell, hogy szimpi legyél neki, vagy lásson valamit, vagy akard, meg...
Tehát mindenki úgy került oda, hogy volt valami előző élete, mint neked például az Adi, a gimnázium, vagy voltak egyszerűen csak az utcáról, mivel érzett magában annyi tehetséget? Azért hát kérdezem, hogy esetleg azok közül volt olyan, aki bekerült, mert azt mondták, hogy hálók, te igen jó vagy. Igen, hát volt olyan srác, aki ő nem színházadott, ő zenélt például előtte. Uh-huh. Voltak ketten vagy hárman, akik egyáltalán nem csináltak ilyesmit. Uh-huh. Igen. Most vagy, hanyadé folyamos? Negyed. És akkor van még egy. És mit jelent ez számodra? Mit jelent negyed évfolyamosra? Ugye azt tudjuk, vagy talán régebben így volt, hogy meg volt határozva, hogy hány éves korodtól, vagy illetve hanyad évfolyamos korodtól játszott színházba, vagy szerepelsz filmben. Most is így van még? Hát most úgy volt, hogy ez is évfolyam, vagy osztályfőnök függő, hogy nekünk, mi például nem engedtek ki minket első kettőbe sehova, se színház, se film. És akkor engem emlékszem, másképp úgy volt, hogy benne lehetek valamiben, és abban nem lehettem benne. Emiatt, mert nem engedtek ki, uh-huh. És utána a harmadikba pedig már elkezdtek minket kiengedni, de még azt hiszem, hogy akkor színházban még nem, vagy egy-kettő helyre talán. Uh-huh. És akkor most ez a negyedik az, amikor mindenkinek a gyakorlati éve, akkor mindenki jöttek igazgatók megnézni a vizsgáinkat, és akkor onnan hívtak, vagy tudom én valami. Két nagy világ, amiben ez a történet játszódik, az a hamis világ, ami tulajdonképpen az ő vágyaikra, elképzeléseikre, csalásaikra épül, és akkor van emellett mondjuk az a valós világ, amiben meg tulajdonképpen ők lemerülnek. Dimenzióilag nagyobb, tehát ez egy nagyobb stáb, nagyobb szettek, látványosabb dolgok. Nagyon koncentráltan kellett ezt a rengeteg szereplőt és helyszínt összeválogatni. Hát itt nagyon sok érdekes dolog fog történni, úgyhogy izgulhat mindenki velem az élet. Most a Csérházánál vagyunk. Csér az egyik leggazdagabb figuránk a filmben. Minden olyan elem megvan benne, ami mondjuk egy politikusra vagy gazdag emberre, üzletemberre jellemző. Nem fél feláldozni bizonyos magánügyeket, hogyha az üzleti érdek úgy kívánja. Nehéz embernek maradni egy ilyen pozícióban valószínűleg. Cseppelen vagyunk, ez a Hollósnak az egyik régi telephelye, ahol a mindenféle gyanús ügyleteit intézi, illetve a különböző gyanús találkozóit intézi. Itt meg lent vagyunk a Mocskos-Pesten, tehát hogy nem a Csiribiribe vagyunk, hanem megint a Mocskos-Pest. Pesten vagyunk? Belváros, Pest, Buda, legalja, legmélye, és ez a furcsa gazdag világ is. Alapvető célja ennek a sorozatnak, hogy próbáljon megragadni valamit a mai Magyarországból. Ki az osztályfőnököd? Máté Gábor és Dömötör András. Aha, tehát akkor ezért volt ő a zsűriben, hogy láss, hogy magának kit szeretne. Persze. Aha. Milyen a viszonyotok, mint tanárdiák, vagy inkább már, mint féli kollégális? A kettő között. Aha. Most még. Tegeződtök? Aha, persze. Hát vagy ő azt így leszögezte az első órán, hogy hát most ezzel nem akar foglalkozni, hogy magázódni, hanem mindenki tegeződjünk. Kik vannak még nagy nevek, akik tanítanak? Hegedűs D. Géza. Szintén Szabolcsi. Igen. Zsótér Sándor. Hát Vinyánszki Attila most volt vele. Kúzusunk például. Aha. Ő most a debreceni igazgató, a színház igazgató? Nem, vagy volt? Nemzeti. Most már ja, nemzeti, bocsánat. Igen, nemzeti. Aha. Most vele volt egy kúzusunk. Ilyenkor nem jutnak eszembe az emberek, tehát valaki nagyon fontosat fog kihagyni. Nem baj, majd, mert ha látják ezt a riportot, de retorzió nem fog elmaradni szerintem, akiket kihagyták. Biztos, hogy bemegyek, aztán valaki rosszul fog nézni, és nem fogom érteni. Na vissza a filmhez, hogyan lettél te az, aki? Már hogy hát úgy, hogy hány konkurenciád volt. Elmentetek a castingra, ott volt nem tudom én hány fő erre a fiú szerepre, nem, hát vagy eleve céltudatos volt, hogy te?
Nem, az úgy volt, hogy akkor már az egy ideje keresték ezt. Hát mit tudom én, van a castingra mondjuk 2 hónap, vagy nem tudom. Uh-huh. És akkor az alatt megnéztek, vagy 80 embert oda. Uh-huh. Mindenféle, gondolom kipróbálták, tudod, hogy magasabb, alacsonyabb, mit tudom én. Tehát, hogy ők se, érted, csak egy ilyen nagyobb, és akkor nem tudták, hogy az pontosan melyik, vagy pontosan kit akarnak. És akkor elment az egész osztályunk, és akkor utána visszahívtak párunkat. Uh-huh. De még akkor is tök különböző embereket hívtak vissza, tehát, hogy érted, nem lehetett tudni, hogy most akkor mit a... És aztán, és akkor volt vagy 4 forduló. Érdekes ez a színészkedés egyébként, mert aki téged ismer, közelről ismer, tudja, hogy egy tök kedves, egy közvetlen srác vagy. A filmbeli szereped viszont egy, hát egy lázadó flegma, nyugodtan mondhatom, fellengzős és még hasonló tulajdonságot említhetnék, akiből egyébként olykor előtűnik a szívember. Hogyan sikerült a szerepet a magánéleti tulajdonságaiddal összeegyeztetni? Inkább ez olyan volt, azért volt jó ezt játszani, mert hogy ilyen, nagyon vágytam ilyet játszani. És azt érzem, hogy nem úgy bennem van ilyen, vagy nem, jó, én is tudok ilyen szemét lenni, vagy, hát, vagy ezek a tulajdonságok azért bennem is vannak, de inkább pont azért akarok színész lenni, hogy eljátszassak olyat, amiket nem is feltétlen, hogy szeretek, hanem egyszerűen jó lenne oda a bőrébe bújni egy ilyen embernek, aki így gondolkodik meg ilyen a világgal. És akkor inkább ez így élvezetes volt, de úgy összehozni, azzal nem. És milyen volt a találkozás a színésztársaid? Tehát ugye tudjuk, Ónodi Eszter Magyarország egyik legszebb színésznője. Nem tudom, hogy láttad onnan közelről. Úgy láttam közelről is, igen. Nem volt egy kicsit benned olyan, hát nem is az, hogy meghatódottság, hanem úgy vissza az agarakkal? Hát figyelj, az első ilyen az volt, hogy összenézés, még a casting része volt, hogy akkor a Szabival, mert a Turocival, meg az Ónodi Eszterrel, és akkor tehát hogy egy közös jelenetet kaptunk, és akkor azt, és az volt, hogy így, mert megtanultam ugye a szöveget, és akkor én már ott előtte, tehát előtte én már voltam ott, egy kicsit úgy fel is oldottam ott a zsomborékkal, már aznap előtte, akkor kellett még rappelnem, meg mit tudom én, meg még másik jelenetet. Milyen oldószert használtál? Semmit. Nem szabad ilyenkor? Nem, hát én nem vagyok vagy ez a fajta. Nem vagy ez nem a fajta. Vagyok. Nem úgy, mint a filmbeli szerepben. Hát az abszolút nyomja a C-vitamin. Igen, és akkor, na mindig, csak az volt, hogy ott ültem, emlékszem, egy ilyen kanapén, és mondták, hogy mindjárt jönnek, és tudod, hogy erre emlékszem, hogy ülök, így bejön, és így, hogy így teljesen meg összezártam, hogy ez... Blokk? Igen. De jó volt, vagy utána feloldottak, mert a Szabi az egy hát hasonlóan dumás, mint te vagy tehát, hogy ilyen szereti a történeteket, szereti feloldani az embereket. Aha, akkor az a része. Hát ő is amúgy nyíregyházi, igazából. Tehát, hogy ő is ide földi. És akkor nem tudom, egyszerűen olyan figura, aki feloldja az embert. Az Eszter meg olyan volt, aki meg így segít, tehát, hogy ilyen, aki meg tudod így úgy jön oda, hogy nem, hogy nem az, hogy nem tudsz mellette rossz lenni, de ha rossz vagy, akkor az nagyon kellemetlen, tudod, vagy hát úgy illik mindent megtenni, vagy nem tudom. Alapjában véve ugye ez egy családi dráma, és hát rengeteg a krimi része. És hát elég erős benne egyfajta ilyen szorongásos hangulat is, ami mondjuk a thrillereknek a jellemzője. Benne van ez a mindennapi megijedésért való őrület, hogy egy hirtelen úgy a nagy munkában, dolgozásban úgy szétesik a család, dolgozom, mint az őrült, közben nincs otthon. Ha meg otthon van, akkor meg azt jelenti, hogy nincs munkája, akkor meg azért katják. Tehát ez igazi magyar apa hangulat, szerintem másfél-két millió magyar apa érzi ezt minden nap. Ez az egész anyagi javak hajszolása, ez talán a legfontosabb motiváció a Túróczi Szabi karakterének is, és hát Ónodi Eszter Jankájáról nem is beszélve, aki... Mert kicsit ilyen Lady Macbeth karakter, tulajdonképpen ő tüzeli föl a férjét folyamatosan afelé, hogy azt az életszínvonalat, amit ők kitaláltak maguknak, azt biztosítsa, mindegy, hogy milyen áron. Miklósi Mira, ez egy 16 éves lány. Mostanában kezd rájönni arra, hogy így, ami körülnéz, ez nem biztos, hogy pont az, aminek látszik. Miklósi Márk,
egy ilyen rapper srác. A legmeghatározóbb az életében az apa és a keresztapa, az Attila meg a Hollós. A Hollós Endre ez egy ilyen veszedelmes bűnöző, aki régi barátja a családnak. Olyan ez a család, mintha Hollós lenne igazából a családfő. Attilával nagyon régóta ismerjük egymást, és az első találkozásunknál azonnal kiderül, hogy valami nem úgy működik, mint régen. A legmélyén nagyon mai, nagyon valódi problémákat boncolgat. Iszonyatosan erősek a színészek, és ez az egész képi koncepció, meg vizuális nyelv, ez nagyon-nagyon jól működik. Nem hiszem, hogy könnyű lesz majd mellette elmenni. A Miklósi családban a család főszerepében Turóci Szabolcsot láthatjuk, az édesanyát Onodi Eszter játsza, az idősebbik fiúgyermek Olasz Renátó, a húga Mira, őt pedig Döbrösi Laura játsza. Van egy nagyon-nagyon fontos ötödik szereplőnk, Hollós Endre. A forgatókönyvkor azok a karakterek megélik azokat a szituációkat, és valójában az egész valósággá válik. Ennyi. Elegem volt. Mától tisztességesen fogunk élni. Ez egy rendkívül ismerős kelet-európai, vagy akár mondhatom magyar történet. Szerintem nagyon szépen meg van írva ebbe a könyvbe, hogy lehetséges-e tisztességes módon megélni ma Magyarországon. Egy ügyeskedő ilyen. A jéghátán is megélő, 40 körüli családapa. De alig van mosoly az arcán az egész 8 rész alatt. Érzi, hogy baj van, és azt is látja, hogy a férjéből ki akar szállni, ő jó útra akar térni, de ezzel nem fog megoldódni a baj, hiszen az a mennyiség és mértékű adósság, amit felhalmoztak, az nem megoldható már azzal, hogy Attila elmegy vakolni az ingatlanokat. Nagyon tetszett, hogy az HBO ezt a dolgot így bevállalja, és elkezdünk beszélni ezekről a problémákról. Kicsit azért karikírozva van minden, ettől még azt gondolom, hogy abszolút van valóság alapja. Szerinted ez vicces, hogy így élünk? Ki mondta, hogy így nem lehet? Mindenki ügyeskedik, nem? Kialakul egy ilyen család, meg kialakul egy ilyen tök jó viszony, tehát az életednek is a része lesz 120 nap alatt. Az úgynevezett magyar film világának szerintem ez egy nagyon pozitív és egészséges és invenciózus vállalkozása. Egy kicsit bele tudtad magad élni abba a félig úriosztályban, mint amiben elvileg éltél? Aha, szerintem igen. Hogy látod, könnyen bele tudnál cseppenni, hogyha most a lottón nyerni a 2 milliárd forintot? Nem, én egyáltalán nem érdekelne. Nem, inkább csak azért volt könnyű, mert ugye ott volt az a ház, és akkor ott laktunk, tudod, 20 napig, vagy nem tudom. Ja, benne is laktatok? Nem, úgy, tehát úgy értem, hogy ja, reggel 6-tól 6-ig, és hát akkor hazamész, jössz vissza, tudod, hát kb. Ott laksz, érted? Hát egész napot ülni, ki a kert, mit tudom én, és akkor, hogy hát ott van az a közeg, tehát, hogy úgy átveszed, hogy... Egyébként van jogsid? Van. Mert a filmben nem volt. Muszáj volt. Ugye, apánál muszáj volt jogsit csinálni. Azt röhögtem, és szintén nem a reklám helye, hogy aki ismer, nyilván Tiszavasvárban mindenki tudja, hogy apukának egy jelentős autójavító műhelye van. Mikor volt az a bizonyos üldözéses élet, és csontra összetölted a kocsit, nem mondom, mindjárt megjelenik az olasz truck felirat, jön paterot, viszi el a sérült autóton, ügyes! De aztán kimaradt. Ez szép lett volna. Megfordult a fejedbe beszervezni a fatert? Nem, akkor nem mertem még ötletelni ott az elején. Még olvastam, akkor nem, hát... Ha most tényleg, lenne, akkor mondanám. Van benne olyan, hogy olvasod a forgatókönyvet, és azt mondod, hogy ú, ez jó, de szerinted van egy ettől jobb ötleted, megfogadják, vagy szigorúan, amire abszolút van érve? Abszolút megfogadják. Igen? De nem úgy, ha most nem azt mondom, hogy itt érted valami nagyot, tehát nem úgy, hogy nagy dramaturgiai csavart kéne ott változtatni, érted? Tehát ilyeneket nem feltétlen, de hogy van egy szöveg, ami nem úgy, hogy ez a helyzetet máshogy, vagy, tehát ezeket abszolút, mind a két rendező.
Ha egy kicsit bele lehet menni itt a kulisszatitkokba, természetesen csak azokba, ami publikus. Persze. Tehát volt benne olyan jelenet, amikor téged ütöttek, vertek, rendesen kiütöttek, mert nyilván nem élőbe kaptad a sallerokat. Igen. De hogy lehet ezt úgy megjátszani, azokat a fájdalmakat, meg mikor olyan, hogy beviszik az ütést, az megáll a harcod előtt egy fél centivel? Már például, amikor a lehel lefejel, van egy olyan, hogy igen, lefejel, akkor az úgy van, hogy nekünk volt ilyen kaszkadőr óránk, hogy az van, hogy ilyen tengelybe kell állni ahhoz képest. Tehát az van, hogyha mögött, hogy van, most pontosan nem fogom tudni. De hogy nem oldalról. Tehát ugye valahogy az van, hogyha te most mondjuk így állnál, uh-huh, és már ott van a kamera, én meg ha innen fel, akkor valahogy elvileg úgy néz ki. Ja, tehát értem, az valahogy így van elcsalva. Pontosan én nem érdem, vagy nem tudom ezt pontosan, de hogy mindegy, tehát az a lényeg, hogy nem lefejel, hanem az, hogy valahogy úgy pont akkor kell. Hát volt egy-két irillésem méltó a szerepedben rész, amikor ott a filmbeli barátnőddel igen, közeli ránehézkedős gyakorlatokat mutattál be, de jó, hát ezt is tudjuk, hogy ez is film, meg azt is, hogy körülötted lehet, hogy 30-an álltak, tehát nem lehet úgy beleélni magad. Mégis nem volt kellemetlen, vagy nektek tanítják a suliban azt, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Abszolút nem. Abszolút nem tanítják. És akkor hát az volt, hogy hát tudod, de azzal kezdődött például mondjuk az a medencés cucc, uh-huh, hogy előtte már volt, amikor bent vagyunk a lakásban. És akkor ott kevesen volt, akkor ott vagy 10 ember, mert ugye ott úgy volt, hogy ugye a minden, tehát ahol nézik a kamerát, ez a monitor, meg a mit tudom én, meg a hangazók kint voltak, mert ugye nem volt egy tér, tehát külön szoba volt ott, vagy 3-4 ember járkált. De akkor ilyen oldott volt, meg azt érezte, mintha pezsgőt innánk, tudod, meg ott volt ott úgy mit. Nem az... pezsgő volt? Nem, hát ilyen. Nem telett rá? De... hanem, hát egy kicsit sokat kellett volna. És akkor mindegy, de utána, miután kimentük, ott meg az volt, hogy hát addig volt rajtunk ugye ruha, de hát akkor jó, hát jó bokt érted, hogy füldön, de csak egy olyan izé, és akkor tényleg ott a medence színe, ott ült 60 ember, mindenki ott, vagy a grippesek, a fényhang, mindenki ott ült, mert ugye nem volt másik tér, ahova elmentek volna, és akkor beugrottunk a medencébe, és egy órán keresztül. Akkor sikerült kiáztatni magad. Igen. Tényleg igaz, hogy az ilyen csajos jeleneteket direkt mindig elrontottad, hogy ismételni kelljen? Persze. Na, érdekes, mert van egy olyan mondás, hogy nem lehet senki profit a saját hazájában. Nem titok, te itt laksz Tiszavasváriban. És érdekes, mert az is szintén, tehát hallottam visszhangokat. Na most volt ilyen visszhang, volt olyan, volt, aki teljesen le volt hidalva, vagy hú, hát ez parádés, viszont volt egy ellentábor. És ami akkor nekem egyből úgy asszociáltam, hogy tulajdonképpen ugyanez volt akkor is, amikor Szakos Andi bejutott ebbe az éneklős műsorba, és ott volt a döntőben Radics Gigivel, ott is a város egyik fele szurkolt neki, a másik fele szinte ellenlábasa volt. Hogy szerinted ez mitől van? Mert nem igen hiszem, hogy az alakításod miatt volt, hiszen mondom, az parádés volt, és nem csak az én meglátásom szerint. Ez egyfajta irigység lehet? Hát attól függ, hogy ki mondja ezt, érted? Hogyha valaki olyan, akit ismerek, és akkor lehet, hogy van rá oka, mert volt valami olyan feszkónk, vagy nem tudom, akkor az lehet, hogy amiatt van. Mert nem tudom, hogy ki az. Ha nem, akkor fogalmam sincs. Uh-huh. Hát akkor biztos nem adtam rá okot, érted? Ha nem ismerem, hogy őt, hát akkor érted, életemben nem beszélek vele, lehet, hogy neki nem tetszik, és akkor utálja ezt a helyzetet. Hát van ilyen. Tökre érthető, hogy valami nem. Neki ez így, nem érti, hogy ez így, miért lett ilyen, mert az ő ízlése uh-huh szerint ez nem jó. Apukádék mennek még tegezni? Nem, most már megparancsoltad, hogy magázzanak. Jó, értem. Milyen érzés volt benned, amikor az utolsó filmkocka felvétele megtörtént, és mondták, hogy köszönöm ennyi? Hát sírtam ott azért. Igen? Hát ugye az... Szívetezni ott a darab, hát rendesen, nagyon, igen. Vagy a szerep. Hát az... Mennyi ideig volt ez a forgatás? Hát nekem volt olyan 46 napot forgattam én, így az egész az 110 nap kb. A 8 rész? Igen, de ez ugye úgy, hogy azt hiszem, hogy 80 nap forgatás. De ugye, hogy ebben benne van az, hogy mit tudom, vannak szünetnapok, meg mit tudom én. Tehát, hogy 4 hónap kb., de nem emlékszek pontosan. Ilyenkor sikerül barátságokat kialakítani a filmben a szereplőkkel? Persze. Igen. Hát, a reppes részbe az is érdekes volt, mert a kocsi tetején nyitott. Azt ki írta, ismert szerző írta? Van egy Ponza nevű reppes, ez a Fixi For nevű zenekarnak az énekese. Uh-huh. Meg a Zomborác Virág az egyik író. És azt te énekelted? Igen. Tényleg? Úgy volt, hogy ez a Ponza nevű rapper,
vele el kellett mennem ugye tréningezni ketten, uh-huh. hogy akkor mégis mi ez az egész. Hallgattunk zenét, voltunk rap buliba, mit tudom én. Nem tudom, hogy bejátszhatnánk ezt a rap számot, amit énekelsz, mert tartok tőle, hogy több lenne benne a füty, mint maga az ének. És ugye mi este 6-tól 8-ig, vagy reggel kezdő 11-ig vagyunk, tehát nem fér be abba a kategóriába. De hát akárhogy is nézzük, végül is azt az életet, azt az életképet tükrözte, amiben igen. voltál, vagy... Száz newtonméter nyomaték, három tonnával lapital a rohadék. Beverek egy deci, fehérje séket, és odalép egy geci, lenyomom a kéket. Leszállsz onnan, ülj a gyerek! Bocs! Márk egy kezdő rapper srác, aki szeretne egy videóklipet. És amint pénzhez jut, van lehetősége arra, hogy valóban megvalósítsa ezt. Hagyd össze meg, amit neked csináltam. A rappelés az a hírnév. És ezt az ismertséget használja fel ilyen menőzésre, hogy ugye a nagy szerelmét Vivient meghódíthassa. Annyit kérek, bíz bennem, Vivien! Megkértek arra, hogy készítsünk hozzá egy kiterjesztett teljes videóklipet, ami a sorozattal együtt, de függetlenül is létezik. A rendező instrukciói között szerepelt az is, hogy eléggé sútyú kell, hogy legyen, de éppen annyira, hogy ne legyen gagyi. Videójátékozni fogtok, energiát ad inni, nyugtatót szedni. A dokumentum, meg az improvizatív szerűséggel is ezt akartam kifejezni, hogy van benne egy ilyen kicsit ilyen félamatőr jelleg. Hívott egy Ponza nevű rapper srác, hogy ő volt nekem így a mentorom. Hogy elkezdtünk rapperni, akkor azt néztem, csak így egy-egyben vissza tudja adni azt a flow-t, amit a Sanyi hozott, vagy amit én hoztam. Nem kell artikulálni, csak így mond, valahogy így jöjjön ki. Van egy sorozat, amit forgatunk. A sorozaton belül játszódik egy jelenet, ahol forgatnak egy videóklipet. Egyrészt van egy valódi filmsíkja, amikor tulajdonképpen csak azt látjuk, amit a szereplő videókamerázó srác rögzít. Mi tényleg leforgatjuk azt a videóklipet, amit a sorozat szerint leforgatnak. Tehát filmet forgatunk egy filmben, hogy filmezitek. Valaki ezt forgatja, hogy mi ezt forgatjuk, hogy forgatják. Milyen érzés volt, mikor azt a halompénzt megkaparintottad? Tudom, hogy játékpénz volt. Az nagyon jó. Az mindig jó. Az tényleg olyan volt. Hogy... Végfutott az egyedül, hogy hogyha ez valódi lenne, meg mind az enyém, akkor én most ebből tényleg vennék egy ilyen kocsit? Nem. Nem? Nem ez a fajta vagyok. Akkor abszolút nem pénzorientált vagy? Nem. Siker többet érsz el? Nem az a fajta siker, hogy érted, hogy felismerjenek. Uh-huh. Tehát nem, ez a része nem. Hanem az, hogy... Na de őszintén, felismertek. Hát fel. Aha. Mész az utcán, pészegnek utána, de csaljuk. Mi? Igen. Nem, hát nem. De volt például most hogy jöttem haza. Mi? Nem, most például jöttem haza, ott mentem a Blahár egy aluljáróba, és akkor, hogy az például jó volt, jött ott egy srác, és akkor így telefonált, és akkor így csak az arany élet. És akkor egy ilyen, az tök jó volt, mert akkor ez nem arra szól, hogy nekem, hanem arra, hogy az egész jó. Tehát aki velem találkozik, az nem azt szokta mondani, hogy te, hanem az egész jó volt, és akkor az olyan jó. Mert ugye mindenki beletette a melóját, láttam az összes táptag, és akkor inkább azért olyan büszkeség, hogy tehát, hogy ez mindenkinek szólnak ezek a dolgok. A beszélgetésünk előzményéhez hozzátartozik, hogy nem beszélünk a folytatásról, talán annyit lehet tudni, hogy talán vannak egyeztetések, de tényleg erről ne beszéljünk. Hogyha úgy néz ki, hogy ez tényleg egy olyan sikeres sorozat, hogy több évadot fog megérni, akkor elképzelhető lesz számodra, hogy téged is úgy fognak majd a filmbeli szerepethez párosítani, mint például a Magenheim doktor annak idén a Szomszédokból, vagy a Mostaniakból, mondhatnám ezt, aztán azt. Hát nem tudom. Vagy egyáltalán milyen érzés ez neked? Hát mondjuk ez egyel igényesebb szerintem azért, mint a Szomszédok, vagy hát nem egyel. Jó, hát közte 30 év. Igen. Hát ez az első, hát ez a meghatározó. Jól van, de azt akarom kihozni belőle, hogy mennyire tudod kezelni a siket. Tehát az, hogy most már ha akarod, hanem elvégzed az iskolát, játszol filmben, játszol színházban, majd erre is rá fogunk térni, és kimész az utcára, és tényleg megrohannak az autogramkérők, a közös szelfizők, mert ugye haladjunk a korra, és akárhogy is fogod csinálni, sikeres ember leszel. Fel tudod dolgozni? Igen. Egyáltalán nem. Mondod most? Érdekel. Most ezt mondom. Egyébként is? Igen. Mondom, tehát nem. Uh-huh. Semmi.
Inkább, hogyha jönnek, vagy jön ilyen valami, hogy hello, akkor inkább úgy így elmennék onnan. Vagy tehát nem érzem azt, hogy most mondja, és akkor így belül így, és én vagyok a király, tehát ilyet nem érzek. Említetted, hogy egyetemi csoporttársaiddal mentetek a castingra, és akkor te lettél az, aki a többiekben ilyenkor van egyfajta irigység, hogyan látod? Hát inkább úgy vagyunk egymással, hogy nem arra vagyunk irigyek, hogy én nekem lett, hanem hogy neki is jó lenne, ha lenne. Tehát inkább egy ilyen fajta vágy van így a másik, hogyha másnak is jó melója van. Tehát nem az van, hogy ezt most megcsinálnám helyette, hanem én is szívesen szerepelnék valami ilyenbe. Tehát ez egyfajta, és ez nem irigység szerintem, hanem egy ilyen, benne van a támogatás is, hogy te csináld, neked ez. Mit tudom én, ez tök jó, és akkor én meg... Tényleg nézitek egymást olyan szemmel, mármint ilyen rendezői vagy színész szemmel, hogy jó, hát nekem is jó volt, meg én is jó voltam, de lehet, hogy ő jobb lett volna, vagy ő jobb lett volna. Tehát volt benned egy ilyen? Vagy teljesen úgy voltál vele, hogy jól sikerült a szerepválasztás? Mert hogy utána, miután kész lett? Igen. Hát... Én szerintem a magam részét nem tudom megítélni. Vagy hát én látom a hibáit, látom azt, hogy melyik felvételen mit koncentráltam, mit tudtam volna jobban csinálni. Egyszer nézted vissza őszintén? Hát egyszer megnéztük a családdal, mármint hogy a Szabiékkal, ugye, hogy meg a Zsomborékkal. Ja, tehát a filmbeli családdal? A filmbeli családdal, igen, meg a rendezővel. Utána a falusi családdal? Igen, és tehát kétszer. Aha, kétszer? Mi a megítélésed? Hogy láttál olyan hibákat, hogy ezt most másképp csinálnám, én vagy ez nagyon jó volt? Persze. Igen? De hát ilyen alapon akárhányszor lehetne újra fordítani, mindig találnál benne. Profistább benneteket kör? Nagyon-nagyon. Hát mindenki azt mondta ott közben, mindenki bármilyen tapasztalt volt, hogy ez a stáb, ez nagyon jó, hogy mi ezt vagy én, hogy ezt tapasztaltam, meg először azt mondták. Mert hogy ez tényleg olyan, hogy nem is az, hogy jó, hogy profi, hanem hogy ilyen rendes, tudod, hogy ilyen jó fejek, tehát nincsen ilyen szemétkedés, hanem mindenki segít, mindenki veled van, ilyen együtt van a dolog, tehát nagyon jó volt. De gondolom megfelelő szakmai tudásra is tapasztalat. Igen, hát az olyan másik, mögött. Persze. Aha. Na, egy kicsit lépünk túl a filmen, nagyon leragadtunk. Egy színész élete nem csak a filmezésről, hanem színházról is szólsz, úgy hallottam, most egy igen jelentős mérföldkő lesz az életedben, így a színház terén. Erről egy kicsit bővebben hallottam. Hát most az volt, hogy már rendeztem többet gimnáziumban, azok voltak olyan országos diákszínjátszón, meg voltunk Deszkafesztiválon Debrecenben, meg ilyen alternatív szemlére elhívták, de most ez más, mert most az egyetemen is rendeztem egy előadást, írtuk egy filmdramaturg sráccal, és most ezt fogjuk játszani. Színházban? Igen, ott az egyetemen, és ez elég. Meg lehet nevesíteni a színházat? Ja, hát az Audrey színpadon. Audrey. Lent a pincében. Színésztársak? Hát heten vagyunk benne, én is benne vagyok. Kis Andrea, Mészöly Anna, Baki Dániel, Figecki Bence, Dóra Béla, Patkós Márton és én vagyunk heten. A Patkós Márton, ő nem Kikinek a fia? Vagy csak névrokonok? Nem, biztos csak név. Névrokonok, színpadról. És hogyan látod, hogy a színházhoz, az ottani deszkákhoz van nagyobb affinitásod, vagy a filmbeli forgatásokhoz? Más, teljesen. Mind a kettő nagyon jó. Mind a kettő élvez. Az egyikben pont az a jó, hogy újra lehet venni, hogy meg lehet azt csinálni, hogy ott még változtatsz, hogy ott még beszélsz, mielőtt kész van. Viszont ott az ott kész van, ott abban az a fura, hogy ott előtte kell valahogy megcsinálni valamit, hogy ott máshogy kell koncentrálni. A színház meg az, hogy ott is annak vége van aznap este, csak az meg mindig újra meg kell csinálni. Tehát, hogy mind a kettőben van valami jó. Téged is megérint, amikor vége a darabnak, közönség felállva tapsol, kimentek, meghajoltok többször belülről, mit érzel? Hogyha azt éreztem, hogy nem volt rossz, amit csináltam, akkor jogosnak érzem, ha meg azt érzem, hogy voltam ma, vagy hát nem voltam jó, akkor meg úgy már kimennék. Na hát a közönség úgyis csak tulajdonképpen egyszer látja, tehát neki nincs viszonyítási alapja, hogy most ez tegnap ez a fiú milyen volt ma, milyen meg holnap milyen lesz, nem? Hát igen, de mégis magamhoz képest. A saját magad igényei, azok az dominálnak. Igen. Na és milyen az itthoni légkör? Nagyon hazajössz, szívod itt a vidéki levegőt. Nagyon jó. Na, úgy hallottam, hogy igen ritkán jutsz el. Igen. Érdeti Szavasváriba, gondolom itt nem csak a magánéletet, hanem a színházi és az egyéb elfoglaltságos is, ami... Igen. Kuliba laksz, vagy albérlet van? Albérlet. Aha. Milyen a nagy főváros? Nagyon szeretem. Jó, tök jó. Akkor nem igen fogsz visszajelentkezni, de állandó lakcímre. Ide biztos nem.
Hát ilyenkor mindig meg szokták kérdezni, hogy távlati tervek, na de hát nyilván egy színész palántának mi lehet a távlati terve Hollywood? Hát de nem, nem is az, de legalább az, hogy sokat dolgozni, érted? Hát jó, jó dolgokban részt venni. Jó rendezőkkel dolgozni, jó színészekkel. Belegondoltál már abban, hogy azért tényleg itt vidékről, egy vidéki kisvárosból eljutni egy Nagy Budapest, egy fővárosba, és olyan színészekkel együtt játszani, akiket kicsikorodban így tátott szájjal nézted a tévén keresztül, ez valamennyire megérint? Nagyon. Hát mondtam, mikor bejöttek a teszterék, akkor hát ott én teljesen lefagytam. De egy idő után már úgy tudsz regenerálódni, és persze, át persze, nem, ez úgy először olyan fura volt, tudod, meg hát most a Radnótiban is játszunk, ott is nagyon jó színészekkel, és akkor ott is ugyanez volt az első reakció, de hát nem lehet abból, tehát muszáj, hogy partnertként kezeljük, vagy kezeljük egymást, hogy azért, tehát, hogy, hogy ne. Segítenek általában a kollégák, már az idősebb tapasztaltabbak, vagy tapasztaltál már olyat is, hogy mit akar itt ez a kis taknyos, hát én vagyok itt a sztár. Hát volt mind a kettő. Igen? Ne nevesítsük meg. Nem, az nem. Ugye mondtad, hogy negyedéves vagy, jön az ötödéves az utolsó éved, utána gondolkoztál már, hogyan továbban? Van már szerződésed, nem. Vagy bármiféle nem. Elképzelés? Hát most nem, ez nem rajtam múlik. Már ugye, hogy az van, hogy hát hívnak, vagy nem hívnak. Uh-huh. Vagy kihív. Ha sokan, akkor lehet, hogy lehet választani, ha meg nem, akkor érted, hát dolgozni kell, és akkor azt kell csinálnia. Hát én azt hiszem, azt közösen megállapíthatjuk, egybe biztos vagyok, hogy nem a faterod műhelyébe fogod csiszolni az autókat. Igen, az nem feltétlen. Mit jelent számodra az, hogy színészet? Hát valami olyan dolog, amit úgy szívesen csinálnék életem végéig. Amire azt érzem, hogy ebben úgy, hogy ezért érdemes időt áldozni, ezért érdemes dolgozni, ezért nem, tehát ezért úgy érdemes olyan dolog. Uh-huh. Ugye beszélgettünk már a sikerről, hogy mi lesz, tényleg mi van akkor, ha mondjuk te egy nagyon-nagyon sikeres színész leszel? Mi? Nem tudom. Most kíváncsi vagyok a véleményed, hogy hogyan látod magad. Mondjuk itt ülünk 20 év múlva, ha egyáltalán még akkor szóba állsz velünk, mert annyira sikeres vagy, és akkor kérdezek ezekről a dolgokról. Hogyan látod magad belülről? Ugyanígy fogunk beszélgetni szerintem. Vagy hát nem fogom azt érezni, hogy így felveszek majd egy zakót, felteszem a lábamat, és akkor mit tudom én. Azt mondom, hogy zoomoljon rám, Nándi, vagy nem. Azért kérdem, mert van néhány ismerősöm, illetve van így összehasonlítás alapon, milyen volt színész, amikor elindult, és milyen most. És tényleg az a, amikor már se tudja, hogy beszéljen, az a tipikus színész, rebegteti a szemét, meg a nem is tudom milyen berögzült dolgok vannak még ezeknél a nagyon-nagyon híres színészeknél. Hát akkor úgy látod, hogy te nem igen így képzeled el magad. Hát egyáltalán nem. Uh-huh. Hát így a beszélgetésünk végén. Itt a lehetőség, hogy üzenj a kicsit faludnak. Hú, hát ez nem könnyű. És akkor itt látszik, hogy nem beszéltünk meg a mostani riportot. Hát, hogy nem, hát nagyon... Én imádtam ezt az egész helyet nagyon, és nagyon szokott hiányozni azok a srácok, azok a helyzetek, azok a nem tudom... Csak pozitív dolgokra emlékszek, hogyha belegondolok, hogy általános iskoláig mi volt, és amikor idejövök, akkor mindenről eszembe jut valami nagyon jó. Vagy egy barátom, vagy egy lány, vagy egy jó helyzet, vagy valami. Tehát, hogy csak jó élményeim vannak. És nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptam itt, hát persze, hát itt nőttem fel, érted, hogy minden, amit most csinálok, az amiatt van, mert itt voltam. Na hát nagyon köszönjük a beszélgetést, kívánjuk, hogy az életedben minden úgy sikerüljön, ahogy eltervezted. Legalább olyan sikerű színész legyél, mint ahogy azt megelőlegeztük neked. Valamint azt, hogy ígérd meg, hogy amikor megkapod a Város Díszpolgára címet, igen, mert annyira-annyira híres leszel, akkor ismét szóba állsz velünk. Jó, oké. Okay. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi. Elegem volt. Mától tisztességesen fogunk élni.